Sziasztok, Peti vagyok és az Ava Group média csatornát nézitek. Mai nap nagyon gyorsan végnézzük azt a szituációt, amit nagyon sokszor kapok meg különböző csatornákon, illetve olvasok a Facebookon. Sokan aggódnak azért, hogy mi van akkor, hogyha külföldre mentek nyaralni innen Németországból, és az adott ország tiltólistára kerül, tehát az ottani térséget veszélyesnek ítéli meg a német egészségügy. Ahhoz, hogy ezt a kérdést meg tudjam nektek válaszolni, természetesen az infekciós Schutzgesetz rövidítése IFSG, Re van szükségünk, mégpedig ugye az infekciós sustkezet szabja meg azt, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk, mint jelen esetben egy járvány törne ki itt Németországban, és a törvény 56. paragrafusa foglalkozik azzal, hogy milyen kártérítés jár, mikor és kinek, hogyha karanténba kerül. Ahhoz, hogy az 56. paragrafust egészében megértsük, ahol szükségünk van a 31. paragrafusra is. A 31. paragrafusban van leírva az, hogy az illetékes szerv jelen esetben valószínűleg az egészségügyi minisztérium Németországban kötelezhet bárkit karanténra, és amennyiben karanténba kerülsz, akkor ugye megtilthatja neked azt, hogy a szakmai életednek, tehát pénzkeresésnek eleget tegyél. És az 56. paragrafus legelső mondata egyből leírja, hogy bárki, aki feltételezetten fertőző, vagy már fertőző, azt a 31. paragrafus alapján ugye az illetékes szerv kötelezheti arra, hogy ne menjen munkába, és ebben az esetben pénzbeni gártérítésre jogosult. Azért természetesen vannak ennek szabályai. A teljes paragrafus nyilván nem fogom felolvasni, mert azt titeket annyira nem érdekel, de a legfontosabb, hogy például akkor is jár ez a kártérítés, amennyiben gyermekeitek vagy ápolásra szoruló rokonaitok intézményét zárják be, tehát bezárják mondjuk az ovit, vagy a nagyinak az öregek otthonát, és nektek kell ápolni gondoskodni gyermeketekről, vagy öm, ápolásra szoruló rokonyaidokról, akkor is jár a kártérítés. Kártérítésre jogosult az a személy is, akinek vagy 12 évnél fiatalabb gyermeke van, vagy ápolásra szorul a gyermeke, és a gyermek kerül karanténba, akkor nyilván otthon maradhatsz velük, és jár a kártérítés. Nyilván ez a kártérítés ez nem jár időtlen időkig. 6 hét van megszabva a törvényben, ugye mivel a koronavírus miatti karantén csak két hét, ezért ez teljes mértékben le van fedve, és ez alatt a 6 hét alatt a teljes munkabéredet köteles a munkaadód számodra kifizetni a kártérítés varójában a te munka adót kapja, mert ő neki van 12 hónap ideje a karanténba kerülése től számítva, van 12 hónap ideje írásban kérjelmezni a megfelelő szervtől, hogy ő számára a te munkabéredet megtérítsék. Ugyanakkor azok, akik otthonról dolgoznak, vagy Egyéni vállalkozók, ők pedig kérhetnek előleget, ugyanúgy a illetékes szervtől írásban meg lehet kérelmezni azt, hogy nektek előlegezzék meg a kereset-kieséseteket, keresett azért mert téged, titeket karanténba zártak. Na most, ami még itt a törvénybe le van írva, az az, hogy mikor számít az, hogy te jogosult legyél a munkabéredre, akkor, hogyha karanténbe kerülsz. A törvény azt mondja ki, hogy az utazásod napján még nem lehet a célországod veszélyeztetett zónaként megjelölve. Tehát a helyes eljárás az, hogy aznap, amikor fölülsz a repülőre, vagy beülsz az autóba, akkor meg kell nézned a határ átlépés előtt, hogy az adott ország veszélyzónának számít-e koronavírus tekintetében, vagy sem. Ugye, hogyha mondjuk autóval több ország határát keresztezed, akkor hivatalosan, tehát most veszünk el a jogi rejtelmekbe, minden egyes határ átlépés előtt rá kéne nézned a telefonodon az internetre, hogy akkor még amikor átléped a határt pár perc múlva, veszélyzóna-e az adott ország vagy sem. Ha nem, nyugodtan beutazhatsz, hogyha ott léted alatt veszélyzónává alakítják az országot, mert úgy ítélik meg, hogy például most a horvátoknál probléma van, akkor hazajössz, és karanténba kell vonulni, de jár neked a munkabér. Hogyha úgy indulsz el, hogy az elindulásod, pontosabban a határa átlépés Idejében. Az adott ország már veszélyzónának van nyilvánítva, akkor viszont nem jár a fizetésed, hisz tudtad, hogy egy olyan országba fogsz nyaralni, ami e, ugye sárga vagy piros, tehát veszélyzónának van e, e, nyilvánítva, akkor nem jár a fizetés. Tehát ez az egyetlen eset, amikor a munkaadó megtagadhatja tőletek a az, az munkabéretek kifizetését a karantén idejére. Olyanról is hallottam, feltételezzük, hogy igaz, hogy valaki úgy ment el, ahogy mondjuk, tehát amikor elindult, mondjuk, uh, Horvátországban még nem volt uh, koronaveszélyeztetett országnak nyilvánítva Horvátország, kint léte alatt az lett, hazajött ide Németországba, és a munkáltató, azt mondta, hogy nem jár a fizetés, fizetés nélküli szabadságot kell kivennie a karantén idejére. Ez a törvény szerint teljesen illegális, lehet fordulni uh, Arbeitsamthoz. Ügyvédet külön szerintem nem kell uh, bekapcsolni, hisz az Arbeitsamt a te érdekeidet képviselve ezt a dolgot meg fogja tudni oldani. Tehát még egyszer az infekción, 56. paragrafusára kell hivatkozni. Mindenki kívánok szép napot, osszátok meg ezt a videót ismerőseitekkel, hogy minél többen tudják azt, hogy hogy lehet nyaralni, menni innen Németországból a koronavírus idején. Találkozunk legközelebb, sziasztok!